köreinkben. Továbbiakban, mivel 2009-et írunk, és január elején vagyunk, mindenekelőtt mindenkinek szeretnék kívánni eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Ahogy új év elején szokták mondani, új év, új kihívások, új lendület. Újult erővel kezdünk neki ennek az évnek, hiszen egy új ifjúsági szervezet megalakulásához nagyon sok erő, türelem és munka kell. És miért mondom ezt el most? Azért, mert 10 évvel ezelőtt jó magam is egy civil szervezetet hoztam létre. Nem másokból, mint hogy együttléteinknek formális keretet adjunk, illetve biztosítsuk közösségi programjainkhoz, például a kirándulásokhoz az anyagi feltételeket. Mert mindannyian tudjuk, ma már minden pénzbe kerül. Ingyen nincsen szállás, nincs étkezés. És ennél az újonnan alakuló szervezetnél is szem előtt kívánjuk tartani, hogy klubéletet éljünk. Olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek valódi közösséget teremtenek és közösségi élményeket adnak valamennyiünknek, legyünk akár középiskolások, egyetemisták vagy dolgozó fiatalok. Kedves barátaim, kedves fiatalok, lányok, fiúk, kell egy közös pont, és ezt a pontot nevezhetjük sok mindennek, de egy biztos, létrejöttünk célja nem más, mint a Magyar Demokrata Fórumban tevékenykedő fiatalok, valamint a keresztény, konzervatív és felelős gondolkodású fiatalok integrálása és érdekeinek képviselete. A 2008-as esztendő bebizonyította nekünk fiataloknak, hogy megújulásra van szüksége a Magyar Demokrata Fórumban. Ezt a megújulási folyamatot elő kívánjuk segíteni, sőt, aktív részesei kívánunk lenni mindahányan. Fontos, hogy minél több fiatal vegyen részt a közéletben, és minél több fiatal vállaljon aktív szerepet a Magyar Demokrata Fórumban, annak döntéshozó testületeiben, és emellett országosan erősítsék a fiatal konzervatívok közéleti szerepvállalását. Hiszen egy természetes, egészséges generációk közötti váltásnak meg kell történnie mindenhol. Nem azonnal. Nem hirtelen a semmiből, valami hullócsillagként való feltűnést nem neveznék annak. Az együttmunkálkodás, együtt dolgozás és értelmes párbeszéd adhatja meg kizárólag a megújulás alapját. Korszerű, konzervatív alapon tevékenykedünk, hiszen tiszteljük a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit. Ezért kívánunk együtt dolgozni a Magyar Demokrata Fórummal, mert ennek a pártnak van programja, ezeket az értékeket és elveket képvisel immár 20 éve. Hölgyek és urak, és hangsúlyoznom kell, végre eljött az idő, amikor a fiatalok valódi munkájára, támogatására, meglátásaira igényt tartanak a pártvezetésben is. Lehetőségeinkhez képest adni kívánunk a pártnak és az itt tevékenykedő idősebb tagoknak. Elősegíteni, hogy ez a párt végre betöltse méltó helyét a magyar politikai életben, amely szintén megújulásra vál. A populista álomvilágból ideje mindenkinek felébrednie. Kedves barátaim, köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és köszönöm, hogy hisztek ebben a kezdeményezésben és a Magyar Demokrata Fórumban. Higgyünk egymásban is abban, hogy nekünk fiataloknak van létjogosultságunk a politikában és a Magyar Demokrata Fórumban, de ehhez tettekre van szükség. Itt már a szó nem elég, dolgozzunk együtt egy szebb, konzervatívabb és felelősebb Magyarországért. Ezekhez a programokhoz, célkitűzésekhez kívánok tőletek, és kérek felhatalmazást. Köszönöm szépen! Ha már a Magyar Demokrata Fórumról szó esett,